percre pontosan kedd délben érkezett meg a Kohán képtár elé az a kis busz, mely a legújabb időszaki tárlatanyagát szállította. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Szakemberei pár perc alatt végeztek a bepakolással. Igaz, ezúttal könnyebb dolguk volt, hiszen nem festményeket vagy más műtárgyakat kellett kipakolni, hanem fotókat. A képtár legújabb tárlata ugyanis egy fotókiállítás lesz, mégpedig a Kossuth és Balázs Béla díjas Keleti Éva munkáiból. Ez azért ad különleges élményt, mert a művészetek szinergiája megjelenik, hiszen nem csak a fotó nagyszerűsége az, amikor rátekintünk a képekre, tehát nem csak azt élvezi egy látogató, hanem ezek a művészek, akik különleges egyéniségek, és sugározzák a művészi kvalitásukat. A fotókiállítás előtt a hazai történelmi festészet nagy alakjának, Benczúr Gyulának a munkáit láthatta itt a közönség. Fekete Domb Ildikó ügyvezető elmondta, ezt a páratlan összeállítást is sokan keresték fel. A Benczúr kiállítás fantasztikus lehetőség volt a gyulai kiállítóterek életében, és hát a 4 az 1-ben belépőjeggyel rengetegen jöttek el hozzánk, és nagy szerencseink volt, hogy az utolsó hónapban a gyulai tankerülettel együttműködve több mint 1000 gyulai diákot is fogadtunk, tárlatvezetés keretében tekintették meg Benczúr műveit. Keleti Éva munkássága közel 70 évet ölel fel, művészi igénnyel készült munkái érdekes kordokumentumok is. A fotóiból összeállított tárlat március 12-én nyílik, és több mint egy hónapon át lesz látogatható.